Sok szeretettel és tisztelettel köszöntöm kedves tévénézőimet ezen a szép meleg tavaszi délutánon. Bár nagyon szép kint az idő, én remélem sokan velem tartanak ma is a 3 órás magyar adásomba, amihez kollégáim nevében is nagyon jó szórakozást kívánok. És mint tudják, minden adást mottóval kezdek, fogadjanak most el egy Gárdonyi Géza idézetet. A virágot a napfény fejleszti ki, az emberi lelket pedig a szeretet. Kedves nézőim, én remélem, hogy amikor én hétvégeken bekopogok önökhöz a magyar adásommal, be tudok csempészni lelkükbe egy kis szeretetet is. Volt egyszer, hol nem volt, június 1-én egy gyereknapi nagyon szép műsorom, ne jegyenek meg, nem esti mesét fogok most önöknek mondani, és abban a műsorban volt egy meglepetés vendégem, ő nem más, mint Ivasszuk Mihály, Aknasugatag polgármestere. Akkor elhangzott 2 ígéret részéről is és részemről is. Én megígértem neki, hogy újra meghívom a magyar adásba, ő pedig azt ígérte nekem, hogy amikor legközelebb találkozunk, nem egyedül jön, hanem becsalja ide Aknasugatag plébánosát is, római katolikus plébánosát. Ez megtörtént, mindketten megtartottuk az ígéretet. Nagyon sok szeretettel köszöntöm önöket, Ivasszuk Mihályt, a polgármester urat, és Kovács István Attilát, a plébános urat. Kezdjük talán a polgármester ural. Csókolom Gyöngyiken. Jó napot kívánok az egész Teleplusz nézőinek. Örvendek, hogy itt van, örvendek, hogy elfogadta a meghívást. Annak idején nagyon jó hírrel érkezett, sikerült megfogniuk egy nagyon nagy projektet, talán 5 millió eurót. Úgy van. És akkor elsorolt, hogy mi mindent szeretne ön ezekből, ebből a pénzből modernizálni és megvalósítani. Nos, lássuk azóta, mi történt, mit sikerült, mit nem, voltak-e buktatók? Önni a szó. Hát azóta Aknasugatag egy komoly munkahely, és pedig, miért mondom így, hogy munkahely? Azért, mert megindítottunk 3 komoly munkálatot. Egyik a szennyvíz csatornázást, a második a kultúrotthonokat újra átépítjük, és a harmadik a liceum újjáépítése. Persze, hogy erről nem beszéltünk a múltkor, hanem beszéltünk arról az 5 millió lejes, az ETOSZ nevezetű projektről, amelyik ebbe az órába úgy áll, hogy a 17 beírt firmából megmaradott 5. Na most ezt az 5-öt most értékelik, és körülbelül jövő héten ebben az órában már fogjuk tudni, hogy a technikai ajánlatot, hogy áll ez az 5 cég, nem igen, firma, cég. Most jutott eszembe, persze magyarul. És a következő lépés, utána kinyitják a SEAP-ot, és megtudjuk, hogy ki ajánlta a legolcsóbb, kinek van a legolcsóbb ajánlata, és kinek a legjobb a technikai ajánlat. És abból kiválasztjuk azt a céget, reméljük, hogy nem lesz kontesztálás, hanem előre fog menni minden, és az azt jelenti, hogy a májusi hónapban átadhatom a helyiséget totálisan ennek a sikeres cégnek, és az megkezdheti a munkálatot. Akkoriban az volt a terv, hogy ősszel hozzáfognak a közvilágítás modernizálásához. Ez megtörtént? Megkezdték? Ennek a projektnek az egyik része, amelyik 1.250.000 euró ebből az 5 millióból, lesz a közvilágításnak az átcsinálása. Rengeteg vasoszlop lesz, a vasoszlopon lesznek a lédek, és meg fogjuk látni, amikor készen lesz. Tehát akkor csak csúszott egy kicsit a projekt? Hát nem, a projekt be kell legyen fejezve 2021. decemberibe. Tehát még nem kezdtük meg, de akkora be kell fejezni. És hogy érzi ön, be fogják fejezni? Sikerülni? Megbízok a Jézuskába, azért jöttem most a papácsival, hogy majd ő is, és az egész sugatagi... Szóljon egy jó szót, ugye? És a sugatagi hívők is majd imádkozzanak arra, hogy senki ne kontesztálja, és menjen minden végbe, akkor tényleg, hogy
amit írt az egyik sajtó, máramarosi sajtó, hogy a Pavácsi majd ki fogja hirdetni a templomba, hogy mindenki csizmát vegyen, és majd úgy fogunk járni Sugatagon egész biztos egy évet. Mivel a központ átjön csinálva totálisan. A római katolikus egyháznak meg kell köszönjem, nem csak a sugatagi egyháznak, hanem a püspök úrnak is, mivel együtt az atyával voltunk Szatmáron, és jóvá hagyta azt a kérvényt, amit mi letettünk együtt, és megengedte, hogy a templomnak a kerítését is elbonthatjuk, és a projekt egészen a templom faláig jön. Tehát egy olyan sétatér lesz a központban, ahol majd öregek, fiatalok el fognak tudni beszélgetni, és hát, ha majd nem fogják a naprafogó magot. Ezt reméljük. Reméljük. Ez nevelés kérdése szerintem, de hát, ha eljutunk egyszer odáig is. Igen. Hát egy évig gumicsizmába fognak járni, de szerintem megéri, mert lesz eredmény. Aki látta a projektet, mert az fel volt mutva a sugatag előtt is, a Facebookra is fel van téve, akit érdekelt, az eljöhetett a polgármesteri hivatalra is, annak is megmutattuk, csodálatos lesz. Szóval lesz egy olyan dolog, ami vonzani fogja majd a turistákat Sugatagra. Ha megkérdezték a múlt héten Bukarestben a minisztériumban, a turizmus minisztériumban, hogy látom én ezt az egész előrefejlődést a Sugataggal kapcsolatban. Hát én azt mondtam, hogy ha most eddig van egy 30-35 ezer turista egy évben, és statisztikailag úgy jelenik meg, én azt mondom, hogy amint ez a projekt meg lesz csinálva, Sugatagnak lesz egy 50 ezer turistája. Tehát oda tehetünk még egy 35-40%-ot pluszba. Ez azt jelenti, hogy a nép jobban fog élni, a polgármesteri hivatalnak több pénze lesz, több munkálatot. Befektető lesz. Abszolút. Hát, ha nem vándorolnak ki fiatalok, talán a munkát. Én szerintem most megvan állva a fiatalság. Az nagyon jó. Megvan állva, és Sugatagon ott vannak. Ott vannak. Inkább a falvakból mentek el. Van a Sugatagoz tartozó falu is, a Bréb, ahol ott is elindult nagyon komolyan a turizmus. Hotinkán is elindult a turizmus. Nem tudom, hogyha én erről beszéltem én valamikor a sajtó előtt, vagy a tévé előtt, az, hogy kb. Ötféle turizmus van Sugatagon. És pedig az van a falu turizmus, a bányár, gyógyturizmus, akkor van a falvakban ez az agroturizmus, akkor Hotinkán, mivel van hegedűs, zongorás, meg aki régi énekeket énekel, én oda teszem, hogy az egy ilyen kulturális turizmus, és mivel nagyon közel vagyunk a balszáni kolostorhoz, meg a budéstihez, tehát akkor azt mondhatjuk, hogy lesz egy ilyen ekumenikus turizmus is. Evel az öttel vonzuk a népet is. Én sok sikert kívánok és önnek. És a Sugatag szebb lesz. Így legyen. Úgy legyen. Adj az Isten. Na most arra kérem, mivel ön csalta ide a plébános urat, hogy mutassa be Dióhéjba. Mióta dolgozik vele? Mióta ismeri? Mielőtt bejöttünk volna az adásba, éppen beszéltük az atyával, hogy 2012-től már Sugatagon van. Tehát az 9 év. 7 év. 7 év, bocsánat. 7 év, akkor egész biztos még egy jó pár évet Sugatagon lehet. És nálunk katolikusoknál, azért mondom nálunk, mert én is katolikus vagyok, az nagyon nagy idő, mert általában 5 évenként cserélik a plébánusokat. Mi nem engedjük el a sugatagiak. Ez nem öntől függ szerintem, püspöktől függ. De például mi is nagyon örventünk, hogy Smutku Róbert atya immár 10 éve Nagybányán él, vagyis szolgál, és az a hír járta, hogy elhelyezik, és nem helyezték el, sőt előre léptették, úgyhogy mi nagyon örventünk. De ritkaság, amikor egy plébános ilyen sokat megmarad egy helyen. Hát én annak örülök, hogy eljött, maga köré mozott a fiatalságot. És önök azóta jól dolgoznak együtt, úgy értettem. És mi együtt vagyunk, persze. Kell avval is dicsekedjek, hogy tanácsosa is vagyok az atyának, és újra ki vagyunk, nem is tudom, hogy mondjam, újra neveztek minket,
úgyhogy rövid időn belül az esküt még egyszer leteszük, és annak örülök, hogy az atya megkezdte a parohiával, templom, temető. Persze, hogy nem mindenkinek tetszik az, hogy egy papnak kell dolgozni. Na ez a mi papunk, ne kell dolgoztatni. Szerintem mindenkinek tetszik. Dolgozik. Nem mondom én azt, hogy mindenkinek tetszik. Volt egy olyan dolog, hogy el kellett határozni, segített a Jézuska is bele, hogy a fenyőfákat ki kellett vágjuk a temetőből. Mert ki voltunk téve arra, hogy vagy kidülnek egy szélnél, széttörik a drága kereszteket. Meg és akkor rájöttünk arra, hogy a község központban azon kívül, hogy tele voltunk csokával, meg varjúval, nem volt semmi, mentünk a templomot, meg szokunk állni a férfiak, mielőtt menjünk a templomba be, és arra ébredtünk, hogy a csókák meg letöjtak minket. Na, most már az is el van tűnve, és látszik a szép templomunk, mert tényleg ugye egy nagyon szép templom van Sugatagon, és örülünk neki. Átadom a szót a plébános úrnak. Egy nagyon rövid önéletrajzot kérnék Dióhéjban. Én is nagy szeretettel köszöntök a kedves televízió nézőket. Magamról röviden csak annyit, Kovács István Attilának hívnak, Nagybányán születtem. A tanulmányaimat természetesen itt kezdtem, Nagybányán, középiskolát Szatmáron, a Római Katolikus Hám János Római Katolikus Iskola Központban fejeztem be, és ott érettségiztem. Később pedig a Gyulafehérvári Római Katolikus Hittudományi Főiskolán végeztem. 2007-ben szentelt pappá a püspökatya, és 2007-ben pedig Szigeten voltam segédlelkész, utána 2008-ban Halmiba, utána Szatmára kerültem, és ahogy már a polgármester úr is mondotta, 2012. augusztus 1-től pedig Aknasugatagon. Hát igen, érdekes ez a helyzet, hogy valóban mi utazunk innen oda, ahogy a Jóisten ezt engedi, illetve a püspök úr is beleszól a helyezések által. Most én ezt senkitől nem kérdeztem meg, de mi az oka ennek, hogy ilyen gyakran cserélgetik a plébánusokat? Mert például a reformátusoknál ez nem így működik. Ön tudja erre a választ? Igen. Hát biztos, hogy nagyon... Mert a közösség, bocsánat, hogy közbeszólok, a közösség, amikor megszereti a papját, a plébánusát, annyira fájó elengedni. Ez általában azért alakult ki így, hogy az egyház községekben legyen egyfajta változás. Ugye mi nem vagyunk egyformák. Senki nem egyforma, még az ikertestvérek is különböznek egymástól. Ugyanígy vagyunk mi papok is, különbözőek, sokszínűek, és egy idő után jó egy picit felfrissíteni azt a közösséget. Jók ezek a cserék, természetes, tudom, megvannak ezeknek a hátulütői. Bennünket is érintenek, ugyanúgy, mint a kedves híveket, mert mi is megszokunk egy helyet, megszeretünk egy helyet, ahonnan el kell költözni. Én viccesen javasoltam is a kollégáimnak, hogy jó lenne, hogyha mindenki közülünk egy lakókocsit vásárolna magának, és akkor 2-3 órán belül oda lehet költözni, ahova éppen kell. Nem annyira egyszerű, mert mi mindig újra kezdjük gyakorlatilag az egész életünket. Mikor visszagondolok, mikor Sugatagra helyezett a püspök atya, ott nem ismertem senkit. Éppen mondottuk, beszéltük az adás előtt, hogy én azt gondoltam, hogy én Sugatagra soha nem fogok visszakerülni, vagy oda kerülni. Jártam ott még azelőtt fürödni, ugye fürdőhelység, de azt gondoltam, hogy én soha nem megyek, mondtam is, hogy nem fogok Sugatagra menni, ahhoz képest már egy jó ideje ott vagyok. És most már szerintem meg is szoktas, meg is szerette. Igen, én megszoktam, megszerettem az embereket, én ezt ki is mondom nekik, hogy igen, szeretek ott lenni, szeretem őket, és arra kértem, hogy járjunk együtt az úton. Erre kértem mindenkit. Most ide kerültem, annak idején egy új helyre,
arra kértem mindenkit, hogy együtt járjuk ezt az utat, mert úgy gondolom, hogy ez a mi feladatunk. Mikor és miért döntött a papi hivatás mellett? Ez egy kicsit érdekes, mert kiskoromban már nagyon szerettem minisztrálni. Én a Veresvízi templomhoz tartoztam, a Krisztus Király plébániáján kezdtem, ugye hittanórákat, a kórusban jártam, az ifjúsági kórusban, utána pedig valamiért, nem tudom miért, elkezdtem minisztrálni, úgy vonzott, és szerettem a templomot, szerettem a közösséget, szerettem azt a hangulatot. És egy időben úgy el is terveztem így magamba, hogy akkor nagyon egyszerű, ez 7-es, 8-os koromban történt, elterveztem az életemet, hogy szakmára fogok menni a római katolikus iskolában, mert én oda akarok, oda szeretnék, utána pedig Gyulafehérvárra a teológiára. Nagyon korán eldöntötte. Igen. 7-es, 8-os, még gyerek. Csak annyit szeretnék hozzátenni, hogy nem volt ez ilyen egyszerű. Tehát volt olyan időszakom is később, amikor mindenféle akartam lenni, csak éppen pap nem akartam lenni. Tehát az utolsó döntésem az 12. osztályos koromban történt. Hogy miért? Azt hiszem, hogy erre jobb választ nem tudok adni, mint hogy azért, mert szeretem az Istent és szeretem az embereket. Nem tudom. Mindig titok maradt számomra az, hogy, és gondolom minden pap számára, hogy miért éppen engem választott ki az Isten. A jelmondatom is ehhez kapcsolódik, János evangéliumából, nem ti választottatok engem, hanem én választottalak titeket. Gyülekezetében hány tagú a gyülekezet? Jelenleg az aktív közösség, akik tényleg Aknasugatagon élnek, olyan 265 személy, 67 személy, most pontosan nem tudom teljesen pontosan megmondani. Azért mondom, hogy jelenleg, és én ezt kihangsúlyozom, hogy azokról az emberekről, személyekről beszélek most, akik ott élnek Sugatagon. Tehát nem, persze vannak azok is, akik hazajönnek karácsonykor, húsvétkor, együtt ünnepelnek, vagy nyáron, és utána pedig kimennek, visszamennek abba az országba, ahonnan hazalátogattak. Mind magyarok? Hogy oszlik meg? Többségében magyar a közösség. Egy román családunk van, és... Azt jelenti, hogy ön a prédikációkat csak magyarul tartja, a miséket? Igen, a szentmiséket, prédikációkat, hittanórákat is igyekszem magyarul, tehát a szentmisék azok csak magyarul történnek. A hittanórán pedig sajnos románul is kell beszélnem, egyszerűen azért, mert van olyan gyerek, aki nem ért csak magyarul. És akkor két nyelven folyik az oktatás, nagyon nehéz. Gondolom. Mert nincs külön osztályom, hanem kis csoportom van, első vagy nulladikostól negyedik osztályosokig, és 4-től 8-ig. Vegyes, és akkor magyarul is kell mondanom, románul is kell mondanom. Igyekszem azért rávezetni őket a magyar nyelvnek az értékére, a szépségére. Minisztránsokat buzdítom, támogatom, hogy legyenek szívesek, olvassanak, elpróbáljuk, és bevonni őket valamilyen féleképpen a liturgiánkba és az egyház életébe. És mondjuk ragadja rájuk valamilyen az a kérdésre. Ön hogy érzi ezt? Hát nagyon nehéz a kezdet. Általában én ezt látom, hogy hát nem csak gyerekek, fiatalok, és sajnos a felnőttek is jobban szeretik kívülállóként látni, és részt venni a dolgokba. Ugyanez van velük is. Hát miért én olvassak, miért én, mikor megteheti más is, de néha-néha igen. Épp mindig akad egy-két olyan gyerek, akit látom, hogy igen, szereti,
törekszik, persze nem tökéletesen olvas magyarul, mert nem magyarul tanul az iskolában, de fejlődnek. És mindenki fejlődhet, én azt mondom. Polgármester úr nagyon szépen beszélt június 1-én az atyáról, és elárulta nekem, hogy magyar órákat is tart. Így volt? Hazudni nem hazudok, és ezt jött ki az első dologban, hogy azt mondtam, hogy itt leszek még egy adáson, és elhozom a Pavácsit is. Tehát úgy van, hittanórákat tart, magyar órát tart, és foglalkozik a gyerekekkel. Hány százalék a magyar aknasugataknak? Sajnos még mindig ugyanott állunk, 6,9% a statisztika után. Tehát nem gyarapodott? Nem gyarapodott. Az idén már van egy elég boldogító dolog. Szintén jövet idefele, kérdeztem a Pavácsitól, hány gyereket kereszteltél? Vagy hány keresztelésed volt? És megmondta, 3 gyereket kereszteltem, és egy felnőttet. Hogy... Nem, két gyereket kereszteltem, és egy felnőttet. Utána tettem hozzá, igen. Életem első felnőtt keresztelése, elég ritka. Van ilyen is, hála jó Istennek. De jobb később, mint soha, én azt mondom. Van. Jó, ez a keresztelős, hányat temetett? Mert itt jön a... Hú. Ez egy kettő, olyan dolog, hogy... A kettőnek a különbsége adja dolog, meg sajnos. Hogy én például adnám a 2015-ös évet, amikor az egész a 4 helyiségben volt összesen 78 temetés, és volt 15 esküvő. 15 esküvő és 78 temetés. És született 20 gyermek. Ezért fogyunk sajnos. Úgyhogy mostan sugatag maga, nem a falukkal, hanem maga a sugatag, megy fölfele. Visszajött egy jó pár családban, aki épített házat sugatagon, ezek mint fiatalok kim voltak Olaszországban, meg Németország, Spanyolország, hazajöttek, hazahozták a gyerekeket is, és így kezd most már fölfele menni. Azt is mondhatom, hogy ha 2005-ben, nem akarok tévedni, 2005-ben volt összesen 739 gyerek sugatagon. Most van 300. Hűha. Tehát nem fele, kevesebb, mint több, fele. Mint fele. Elment. És ezek nem haltak meg, hanem ezek elmentek. Sajnos ez így van. Térjünk talán a magyar közösségre vissza. Hogyan közreműködnek önök a magyar közösség érdekében? Mit szerveznek esetleg együtt? Hogyan segítik egymás munkáját? Én azt mondom, hogy a magyar közösséget az a idősek klubja tartja össze. Ahol a Pavácsi is ott van, akárhány találkozó van, és hova én is elmegyek. És mi szokott történni? Milyen tevékenységet? Születésnapokat megtartják. Ünnepélyeket megtartanak, ott a gyerekek énekelnek, mit én tudom, szavalnak, és együtt vagyunk. Az a lényeg. Ez a legfontosabb. Persze, hogy nagy segítségünk van a Wiesauer Ferko Pabácsi, hogy befejezte Svédországban, vagy Svájcban az útlevését, hazajött, nagyon jó viszonyban van a Kovács Istvánnal, együtt vannak, Ferkónak is megvannak, a Ferko Tisztelend úrnak is megvannak a barátjai, azok is közelednek a klubhoz, úgyhogy én remélem, hogy meg fog maradni. Habár egy időben azt mondtuk, hogy ez is bezárodik, kész. Hol működik ez a klub? Direkt polgármesteri hivataltól kaptak egy olyan helyiséget, ami el volt hagyva totálisan. Ők a kis kezükkel és a pénzükkel és munkájukkal, én annyit, hogy megvettem a csempét meg a parketet, de ők csináltak abszolút mindent, és ők tartják az, hogy funkcionális legyen. Van egy nagy termük, ahol van 50 szék, van egy konyharész, van egy falumúzeum, amit ajánlok, hogy akik a sugatagra jönnek, igényelhetik, hogy lássák.
hogy elmenjen és megnézik azt, ami volt sugatagon valamikor. A küpölő, a bányász sapka, a bányász lámpa, a nem is tudom, rengeteg minden van. Hát van el kell jönni és meg kell nézni, és van egy kis hely, ahol ők találkoznak, elszórakoznak, megisznak egy kávét. Most már van olyan sugatagi is, aki visszatért, legalábbis hétvégén, és mindenféle újdonságokat hoz, vagy régiségeket sugatagról összeszed, és akkor újra felmutatja a népnek. Igen. Ennek nagyon is nagyon örülünk, hogy vannak, még mindig megjelennek olyan sugatagok, akik össze akarják tartani a magyarságot. Adás előtt említett egy gulyás fesztivált. Mikor is lesz ez? Szeptember 2-án. Szeptember 2-án, és ez miből áll? Verseny? Gulyásfőző verseny? Ez, hogy kell ezt elképzelni? Gulyásfőző verseny, és mindenki első helyet kap. Ez olyan, hogy mindenki jön a saját pénzéből vett ételekkel, vagyis anyaggal, amit megfőz majd ott együtt, és normális, hogy mindenki egyféle diplomát kapjon, és mindenkinek meg legyen köszönve az, hogy egy vasárnapot együtt tölthetünk. Ott körülbelül egy 600 liter gulyást csinálnak, és van egy olyan 2000-2500 ember, aki ingyen kap gulyást. Most már olyan is van, hogy például jönnek... Azt mondtuk, hogy mindenki nyert. Persze, mindenki. Egy kis program is van. Már kezdünk előrébb lépegetni, már jobban megy a dolog. Én tudom, hogy a gulyás az úgy tudom, hogy hungarikum. Főleg magyarok neveznek be? Dehogy. Most már ott mindenki benevez. Tehát megtanulta a gulyást. Ott már mindenki benevez. Mindenki megtanulta a gulyást. Mindenki abban a gulyást megcsinálják a gulyást. Van olyan, amelyik vadból csinálja. Akkor van olyan, amelyik azt mondja, most már elég a gulyásból, akkor én csinálok egy 50 literes üst töltött káposztát. Ezt el lehet képzelni, hogy milyen finom. Volt olyan, hogy eljött és hozott egy 50 literes bogrács turostokányt. Ott volt, jöttek Ploiestről egy autó vendég. Azt mikor látták, persze, hogy minden versenyző hozza magával a kis pálinkát is, úgy, hogy pálinkaadás is van, és egy komoly vasárnapi ünnepnap. Az Atmasugatag úgymond fesztiválja. Egész. Az biztos. Már 11 évet csináljuk. Az idén, ha befogadnak, benevezek. No, nem főz mi, de kóstolni biztos. Gyöngyike. A néző közösségbe is befogadjuk. Rendben. Nem csak, hogy jöjjön az üstelés, majd főzön. Rendben, szeretnék egyszer látogatni a klubjukba is, meglátjuk valahogy összehozzuk ezt is. Én megígérem, és én nagyon beszoktam örülnék. Tartani az ígéreteimet. Én nagyon örülnék neki is. Persze. Na most, mivel Nagybőjt közepén vagyunk, ugye a negyedik hét eltelt a Nagybőjtből, rá szeretnék térni a műsorunk utolsó témájára. Kicsit beszéljen, plébános úr. Mi a lényege a Nagybőjtnek, a nagy hétnek? Elég nehéz most a Bőtről beszélni a gulyásfesztivál után, tehát... Próbálom meg! De mégis röviden megpróbálom elmondani, tehát a Bőt az nem csak a katolikus egyháznak az előírása, hanem érdekes, hogy a nagy vallás alapítók mind hangsúlyozták, hogy a Bőt az igazán fontos, amely az eszköze a világ jobb megértésének, amely érzékenyebbé tesz Isten teremtményeivel és az embertársainkkal szemben is, és erősíti az érzékeket. Tehát a bőtnek az igazi lényege a megtisztulás és az Istenhez való közeledés, az Istennel való találkozást segíti elő a bőt. Kicsit elcsendesedünk ilyenkor. El kéne csendesedni. Egy kicsit el kéne csendesedni, és éppen ez a nagyon jó nagybőtben, hogy nekünk nem szabad elfelejteni keresztényeknek, hogy ez egy felkészülési időszak, tehát a nagybőti idő. Már ugye a közepe fele tartunk, vagy benne vagyunk rendesen, de
én azt szoktam mondani, hogy ez szintén olyan, mint a mi kereszténységünk, hogy vonulunk egy úton, megyünk egy úton együtt. Együtt, de Istennel járjuk ezt az utat végig. A nagybőti idő akkor gyümölcsöző igazán, hogyha ezek a nagybőti gyakorlatok, önmegtagadások, a hústilalom van nálunk inkább, tehát pénteken, nagy pénteken, igen, általában péntekenként, és igen. Két szigorú bőti napunk van, a hamvazó szerda és a nagypéntek. Ezek az önmegtagadásaink, ezek elő kéne bennünket segítsenek az Istenhez való közeledéshez. Nem azért kell nekünk bőtölni, és nem az az igazi bőt, amikor kihirdetem és kikürtöltetem, hogy nézzétek, én nem eszek ezt, vagy amazt, mert ezzel még nem lépek elő. Jó, nem eszel, de mit teszel annak érdekében? Na itt ez a lényeg, igen. Nem igen. Csupán mi leszűkítjük a bőtöt, és azt mondjuk, hogy azt jelenti, hogy a hústól való önmegtartóztatás is. Beszúrhatok ide most egy Böjte Csaba idézetet, mert nagyon ide vág. Böjte Csaba, hát idézem. A koplalásnál fontosabb a szeretet és a jó cselekedetek gyakorlása. Mint mindenben, itt is a szív tisztasága, hozzáállása a legfontosabb. Tehát szerintem többféleképpen böjtölhet az ember. Nem csak hús megtagadással, vagy, hanem egy jó cselekedettel. Minden nap teszel valaki iránt valami jót, és akkor ez már elősegít, szerintem. Az igazi bőt, tehát ezt mondom, hogy mi egyet hangsúlyozunk ki sajnos, tehát nagyon, nem csak nem, hogy mi, hát az egyház azt tanítja, hogy ez egy hármas dolog, tehát van az imádság, ami nagyon fontos, a bőt, valamivel való lemondás, és a jó cselekedetek. Ez a három együtt, tehát nem hiányozhat a jó cselekedet. Nagyon lényeges dolog lenne ezt megérteni, mert így gyümölcsöző. Mind böjtölhetek, én otthon nem eszem húst, és elmegyek, és összeveszek a szomszédommal, vagy a munkatársammal, vagy és szerintem... említettük azt, hogy többfajta bőt van, vagy hányfajta, hát sokfajta bőt. A római katolikus bőt az egy picit enyhébb. Mi csak a péntekeket kell, hogy tartsuk, ez az egyház előírása. A keleti egyházaknak a bőtje a szigorúbb. Tehát ők tartják a szerdát és a pénteket, nem csak húst nem esznek, hanem semmilyen állati eredetű dolgot. Gyökösi Endre írt egy könyvet a bőtről, a Gyökösi Endre református lelkész volt, aki nagyon érdekes bőtöket említ ebben a könyvben, például van a szájnak a bőtje. Igen, hogyha én tudom azt, hogy nekem csúnya a szám, hogyha túl sokat járt például, vagy nagyon pletykálok, akkor lehet a szájjal bőtölni. Lehet, hogy nehezebb, mint az, hogy nem eszem meg a húst. Ez az. Vagy lehet a szemnek a bőtje. Nem muszáj mindent észrevenni. De bármilyen bőti gyakorlatokat is most sorolhatnám, mert ezt mindenki maga tudja, hogy éppen hogyan bőtölhet a legjobban a hústilalman túl, de a lényeg az, hogy közelebb vigyenek ezek a nagybőti gyakorlatok Istenhez. És a nagybőt gyakorlatilag egy előkészület. Felkészülünk az Istennel való találkozásra. Nagyon jó alkalom természetesen a megtisztulásra, az újrakezdésre. Mert minden időben az ember érezte, és ma is érzi. Csak nem nagyon beszélünk mi erről, nem szeretjük. Érzi az ember azt, hogy igen, rászorul a Jóisten irgalmára. Mindannyian gyarlók vagyunk. Érzi az ember, hogy gyarló, még ha nem is szeretünk erről beszélni, és a bűnöktől valahogy meg kell szabadulni. Itt van a kellő időszak, amikor megtisztulhatunk, és ezek által a bőti cselekedetek által, még egyszer hangsúlyozom, nem csak a koplanás, hanem az ima és a jó cselekedetek által is közelebb kerüljünk Istenhez, és hogyha Istenhez közelebb kerülünk, akkor közelebb kerülünk egymáshoz is. Beszéljünk most egy kicsit a húsvéti ünnepkörről. Nagy hét jellegzetes napjairól és magáról a húsvétról.
a legnagyobb ünnepünk. Miért? Azért miért nem a Jézus születés? Egyszer megkérdeztem valakitől. Igen. Mert ha nem született volna meg, akkor nem is támadt volna fel. És mégis ezt tartják a kereszténység legnagyobb ünnepének. Igen, ezen én is nagyon sokat gondolkoztam, mert én nagyon szeretem a karácsonyt is. Igen. És gondolom, hogy sokan így vannak ezzel, hogy a karácsonyt azért szeretjük, a szeretet ünnepe, ilyenkor egy picit azért tapasztaljuk, hogy jobbak vagyunk. Azért, mert a húsvét, most csak a húsvétot mondom, a Krisztus feltámadása hozta meg számunkra a megváltást, az életet, az igazi életet. Persze, lehet arról beszélni, hogy ha nem született volna meg az Úr Jézus emberként, akkor nem lenne megváltás? Hát gondolkoztam ezen én is elég sokat, de Isten, mivel mindentudó, maga a bölcsesség, biztos vagyok benne, hogy kitalálhatott volna valamilyen más fajta megváltást is, hogyha ő úgy akarta volna. De mégis fontosnak tartotta, hogy ő emberré váljon. Egy lett közülünk, a bűnt kivéve természetesen. És éppen ezért, hogy a születése földi élete által vezessen el magához. Gondolom, hogy ezért. Szent Pál apostol a korintusiakhoz írt levelében mondja, hogy ha nincs feltámadás, akkor hiába való a mi hitünk. Ezért a legnagyobb ünnep, de a legnagyobb ünnepünket megelőzi a felkészítés, a felkészülés, a nagy hét. És mindig hangsúlyozom ezt Sugatagon is, és bárhol megfordulok, hogy nem tudunk igazán mi húsvétot ünnepelni csak húsvétkor. Van a Szent Három Nap, a Nagy Csütörtök, a Nagy Péntek és a Nagy Szombat. Nagy Szombat az már tudjuk feltámadás, az éjféli mise feltámadási szertartás. Ez egy összekapcsolódó valami. Mert kezdjük talán Nagy Csütörtökkel. Nagy Csütörtök ez egy csodálatos dolog. Nagy Csütörtökön Jézus ránk hagyja a legfontosabbat. Mondhatnám úgy is, hogy egyfajta búcsúzás, egyfajta ajándékozás. Az utolsó vacsorára gondolok, ahol nagyon fontos ajándékokat ad nekünk. Megalapítja a papságot, szentmisét, oltári szentséget. Mert a szentségek közül néhányat éppen ott, mert ő velünk akar maradni. Megyünk tovább, persze tudjuk, utána az Úr Jézust elárulják, imádkozik. Következik a nagypéntek, amikor nincs is szentmisénk, mert Krisztus tudjuk kereszthalált szenved és meghal értünk. Harangozni sem harangoznak nagy csütörtök óta? Nagy csütörtök óta nem, éppen emiatt, mert elcsendesedik, és a templomunk is átalakul nagy csütörtök után, puszta lesz, egy picit megfosztják az oltár, dísztelenebb, mert megpróbáljuk átélni Krisztus Urunk halálát. Majd a sírbatétel nagy szombaton, a nagyszombati nap, nagyszombat napján az oltári szentséget, amit elviszünk a megszokott helyétől egy mellékoltárhoz, és ott imádjuk, fejezzük ki hódolatunkat, hogy Krisztus annyira szeretett bennünket, hogy képes volt értünk meg is halni, és alászállni a poklokra. És majd este, vigília, feltámadási szertartásban, újra akkor harang, újra orgona, dísz, öröm, mert Krisztus a mi életünk, aki megszerezte számunkra az üdvösséget. Ez lenne az egész ünnepköre a húsvét ünnepének. Mit jelképez a húsvéti tojás? A húsvéti tojás az egy nagyon elterjedt, az életet jelképezi. Az élet, ami hát újra éled, mindig a továbbadást jelképezi, a termékenységet, az életet egy szóval. Ez a
jelképe, ezért szoktunk menni ugye locsolni is, most egy picit népszokás, de ugyanezt fejezi ki, hogy életet adunk, életet kapunk és életet adunk. A bárány pedig, hát az Úr Jézusnak az előképe, a zsidók húsvétja, amikor a kivonulást ünnepelték, az Egyiptomból való kivonulást, a hibátlan báránynak a vérével kenték meg a háznak a szemöldök fáját. És Krisztus, ami húsvéti bárányunk, aki életét hibátlan, életét áldozta azért, hogy mi éljünk. Polgármester úr, katolikus? Római katolikus vagyok. Hogyan várjon a húsvétot? Hogyan bőjtöl? A sok mindenből, hát, amit az atya elsorol. Hát pontosan a pénteki nap ma hús nélküli, a feleségemet Jutkának hívják, hát a Jutka reggel a dzsemes kenyérrel várt, habár reggel szok vágni kis apróságot. Most a dzsemes kenyér volt, délbe átugrottuk az ebédet, mert jöttünk önökhöz, és a vacsoránál meg egész biztos, hogy ugyanígy valami könnyű étel lesz. Szokott-e járni locsolkodni? Hű, alig várom. És azt nem dugom el, hogy a hétfői nap a polgármesteri hivatalba, ahol 2-3 magyar van, az egész román kollégák jönnek hozzánk locsolni, kezdjük nálam, megyünk a volt könyvelőnőhöz, onnan megyünk a magyar kollégákhoz, és az ortodox húsvétkor meg menjünk mi hozzájuk. Tehát ez... Megtiszteljük egymás ünnepét. Pontosan. Jöjjön most akkor az atya a rövid húsvéti üzenete minden kedves tévénézőnek. Legyen inkább egy picit, még nagybőtben vagyunk, legyen egy picit előkészítő és buzdító, hogyha lehet. Én azért mondtam, hogy húsvéti üzenet, tehát lehet ez is, mert lehet, hogy nagypénteken ezt a műsort meg fogom ismételni. Értem. Jó, hát minden... Lehet mind a kettő időpont. Értem. Van egy nagyon érdekes történetem, amit ilyenkor el szoktam mondani így nagybőtben. Ez a történet egy öreg indiánról szól, aki tanítja az unokáit, és felteszik neki a nagy kérdést, hiszen ő bölcs, hogy milyen is az élet. Mondja, hogy az indián, hogy tudjátok, az élet az olyan, hogy a rossz farkas állandó harcban van a jó farkassal, és ők harcolnak állandóan egymással, és ilyen a mi életünk. Akkor az egyik unoka megkérdezi, de melyik fog győzni a kettő közül, a jó farkas vagy a rossz farkas? Az öreg indián pedig nagyon bölcsen azt válaszolja, hogy az fog győzni, amelyiket többet eteted. Ez a nagybőti gondolat, amivel szerették mindenkit buzdítani, hogy etessük a jót. Mert Krisztus erre hív bennünket. Krisztus szavaival szeretném befejezni, térjetek meg és higgyetek az evangéliumban, és egy másik, hogy én vagyok az út, az igazság és az élet. Én azt kívánom mindenkinek, minden kedves televízió nézőnek, hogy Krisztus élete éljen bennünk. Tudjunk igazán megtérni Krisztushoz és élni, mert ő megszerezte számunkra az örök életet és az igazi életet. Hogyha ez sikerül, akkor valóban áldott, boldog húsvétot tudunk ünnepelni. Adja Isten, hogy ez mindenkinek sikerüljön, ott, ahol éppen tartózkodik, családja körében, vagy ahol van a közösségében. Krisztus feltámadása éltessen bennünket. Nagyon szépen köszönöm önöknek ezeket a szép szavakat. Én is kívánok önöknek elcsendesedést, bőtölést, és egy nagyon boldog húsvétot mindkettőjüknek. És mivel minden
vendégemtől egy-egy vers részlettel búcsúzom. Ezért jön most egy ideillő vers. Úgy érzem, hogy ideillik, és ezzel szeretnék kívánni önöknek további sikeres munkát a magyar közösség érdekében. És polgármester őt, nehogy ne engedje, hogy elvigyék a plébános urat, mert szerintem jó helyen van. Én is azt mondom, hogy jó helyen van, és szükségünk van rá. Jöjjön most akkor Reményik Sándor kedves verséből egy részlet. Címe: templom és iskola. Ti megbecsültök minden rendet, melyen a béke alapul. De ne halljátok soha többé Isten igéjét magyarul. S gyermeketek az iskolában ne hallja szülője szavát. Ne hagyjátok a templomot s az iskolát. Nagyon szépen köszönöm önöknek, hogy itt voltak, és várom önöket máskor is. Jöjjön most, kedves nézőink, ahogy megszoktuk, 10 perc komoly zene. Albinoni Adagio-ja szól, Varnus szavér előadásában. Jó szórakozást kívánok önöknek!